Idén gyakran és sokat változtak az üzemanyagárak, míg az első negyedévre a drágulás, a második negyedévre a csökkenés volt a jellemző. A KSH adatai azt mutatják, a vásárlók szinte azonnal reagálnak az árváltozásra. Ez nyilvánvaló egy országos fogyasztásra vonatkozó statisztika, ami azért helyenként másképp alakul. Ugye nálunk városi kút lévén a nyári forgalom egy kicsi visszaesést okoz. Ez úgy gondoljuk, hogy a lakosság ugye az iskolába járó gyerekeket nem viszi, tehát kevesebbet mozog, elmegy nyaralni, nálunk ez így tükröződik. Amúgy az üzemanyag ár az nagyon kedvezően alakul mostanában, úgy gondolom, mert ezen az árszínvonalon megmaradna, szerintem sokan kibékülnének vele. Gyanítom, ennek is van azért hatása, nálunk ez kevésbé mérhető. A hazai árak változását alapvetően két tényező alakítja, az üzemanyagok nemzetközi piaci árváltozása és a forint-dollár árfolyamának alakulása. Az árdöntések azonban az olajvállalatok tényleges beszerzési és működési költségeitől is függnek. Van a lakosságnak egy azonnali reakciója, mert ha emelkedik, akkor előtte azért igyekeznek betankolni, ha csökken, akkor azért érezhető, hogy kivárják a következő dátumot, de ugye összességében egy heti vagy egy havi statisztikánál azért ez már egy kicsit árnyaltabban jön elő. Önök szakemberek, illetve ebben az ágazatban dolgozók mit látnak, mennyire marad az említett nagyon kedvező üzemanyagár, mennyire lehet számítani arra, hogy ez ténylegesen tartós legyen? Hát, mi csak reménykedünk abba, hogy ez így marad, de rálátásunk a folyamatokra nincs. Sokan azt mondják, tankolni mindig kell, mert az autó munkaeszköz. Általában minden héten tankolok kétszer-háromszor. 5000 mindig. Kiartozom. Aztán így körtankolni mindig. Akkor nem számít a tulajdonképpen a benzinár attól függetlenül tankolni? Hát, nem azért, hogy ne számítana, nagyon is jó, sokat. Hát azért nem mindegy, hogy az ember 5000 kap mondjuk 20 litert, vagy 25-öt, azért az már sok. És a nyári időszakkal hogy van a munka szempontjából, tankol ilyenkor is, vagy? Többet tankolok ilyenkor, nyári időszakban igen. De télen is ugyanúgy, mert piacozom, ilyen lomos piacra járok. Hát aztán nagyon sokat használom az autót. A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint.